Márton Áron erdélyi püspök a székely hadosztály soraiban harcolt a betörő románok ellen. A Gyulafehérvári érsektől fennmaradt egy 1940-es levél, amit Kratofil a székely hadosztály parancsnokának írt. A fiatal Márton Áront az első háborúban úgy emlegették, hogy a kicsi hadnagy, akinek a századában jó lenni, hiszen bakáival és tisztársaival szemben is emberként tudott viselkedni az embertelenségben. Az összeomlást követően is kitartotta végsőkig, csatlakozott a betörő román csapatok ellen önkéntesen szerveződő székely hadosztályhoz, és 1919 áprilisában részt vett a tiszai hadműveleteiben, amiért hadifogolyként rövid időre a románok a brassói fellegvárba zárták. Emiatt nevezték el falubeli barátai fogoly úrnak.